Mesterokleveleket adtak át a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában november utolsó péntekén. A sikeres vizsgázók között ott volt Tabár Szabolcs autószerelő is. Nagyon sok mindent tanulhattunk a szakoktatóinktól. Én azért vállaltam, mert egy vállalkozásba szeretnék fogni, és ennek feltétele jelenleg a mesterképzés. Nagyon sok mindent adott. Sok olyan dolgot tanultunk, például pedagógiából, illetve vállalkozás vezetéséből, amikről én nem tudtam. És ezek nagyon fontos információk voltak nekem ahhoz, hogy a jövőben a saját vállalkozásomat úgy tudjam vezetni, ahogy azt úgymond illik vagy kell. A helyi iparkamara szakképzésért felelős alelnöke azt mondta, a járványügyi helyzet és minden nehézség ellenére újra ünnepelhetnek. Várszegi Gyula szerint a szakemberhiány miatt most olyanok is próbálkoznak a különböző szakmákban, akik nem elég képzettek. Éppen ezért értékelődik fel a mesteroklevél megszerzése, ami a szakmai tudás igazolása. Jövő az a minőség. Tehát most, ha tanulok, ha most olyan alapot tudok magamnak kialakítani, hírnevet, imist, amivel ők azt mondja, hogy kérem, itt vagyok, én meg tudok maradni, megélek. Biztos, hogy van egy stabil olyan hátterem, ami a tudás. És ebben a pillanatban most ez fontos, mert ők már ebbe a szellemben is vizsgáztak. Őket köszöntötték és adták át nekik az okleveleket november 26-án. Összesen 31-en tettek sikeres vizsgát autószerelő, kozmetikus, festőmázoló, tapétázó szakmákban. Nekik egyik fontos feladatuk az lesz, hogy az évek alatt felhalmozott tudásukat átadják az utódoknak, valamint hogy az általuk elért eredményekkel felkeltsék a fiatalok érdeklődését a kétkezi munka iránt, valamint hogy folyamatosan képezzék magukat, ismerik a legújabb alapanyagokat, technológiákat, hangzott el az átadón.